Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a város köztisztasági vállalata olyan internetes felületet bocsátott a lakók rendelkezésére, melyen valós időben nyomon követhetik a cég hóeltakarításhoz használt eszközeit a megyeszékhely területén. Így nem csak ellenőrizhető a munkájuk, de a forgalmi dugók is elkerülhetők. 350 tonna só, 200 tonna homok és 100 tonna folyékony kálciumklorid. Ez a Sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat a Tega RT idei téli készlete a hóeltakarításhoz és jégoldáshoz. Két jármű locsolja kálciumkloridos oldattal az utat, továbbá 6 homokszóró, 8 hóeke és 8 kisebb kefével ellátott jármű tisztítja a járdákat havazás esetén. Most a városlakók is nyomon követhetik, hogy merre járnak a munkagépek, nagy havazás esetén merre érdemes autóval elindulniuk a városban. Az internetes felületre a Tega 22 felhasználónével és ugyanezen jelszó használattal tudnak belépni. Városi tanács kérésére oldottuk meg nekünk, amúgy minden autónkon van nyomkövető, nem csak a hókotrókon, hanem a tömörítő autókon, hulladékszedő autókon minden itt van nyomkövető, mert ott is elég fontos, hogy mi tudjuk bebizonyítani, hogyha valaki reklamál, hogy hol járt az autónk, hol nem járt az autónk, és a hóeltakarításnál is ezért van, ugye, hogy az emberek éjjel, ők nem gondolják, hogy mi éjjel is dolgozunk. A köztisztasági vállalat szerződése a város főbb útvonalaira szól. Emiatt vannak olyan mellékutcák, ahonnan nem takarítják el a havat, illetve bizonyos, egyenletlen útfelületen nem is tudják. Mondhatják ezért, hogy a havazás a szakcégeket felkészületlenül érte, de a Tega RT igazgatója szerint ez az állítás nem állja meg a helyét. A telephelyen éjszaka is vannak szolgálatos gépészek, és ha az időjárás megköveteli, akkor körbejárnak, hogy megszórják az utakat, havazás esetén pedig hókotrokkal indulnak el. Extrém időjárásra is fel vannak készülve. 10 évvel ezelőtt a nagy havazás miatt, hogy el tudják látni mindenhol a hóeltakarítást, haza sem mentek a gépészek, de úgy is helytáltak.